Halló, egy unboxingot akarok csinálni, csak nem tudom, hogy hogyan, mert nagyon pici a hely. Megpróbálom, mert hát ugye bringás mez jött, és a lényeg az, hogy ami rajtam van, az már a múltkori, de ez MS, és küldtek most egy L-eset. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy a méretben mit takar az L meg az M között. Így, mi változik, látod? 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 L-es. Lesz, mi lesz? Jó, más a színe is, de az most nekünk lényegtelen. Ez ennyivel nagyobb, ez már így nagyobb, hogy... Na, a fölvesztjük, azt meglátjuk, hogy ehhez most el kell lehízni, vagy jó lesz-e. Mindjárt kiderül, csak nem öltözhetek. Hát tudja, franc, lehet, hogy ez a jó méret, és az eddigiek kicsik. De hát ez már úgy... Azért vannak helyek, ahol nem feszül teljesen rá a testre, én meg... A légellenállás miatt országútin azért szeretem, ha ráfeszül, de jó mondjuk, amikor majd az van, hogy ilyen, ez például az, amikor a fehérjétől fölfúvódott gyomor van, meg a több zabálás, a tél utáni nagyobb zsírtest, akkor azért ez kényelmesebb. Mondjuk a nadrágja, az meg szerintem jó, mert hát az meg lehet, hogy kell ekkora. Egy picit talán. Hát ez már az, amit visszabírok tűrni, igen. Lehet, hogy ez az igazi méretem, franc se tudja. Hát, ellesemmes. Egyébként, ja, hát ez úgy mindenki így írja a tesztekbe is, vagyis hát ott a visszajelzések, hogy elles, emmes, tök jó méret. Na és mekkora vagy? Na hát ezért mondom, én 172 cent és 78 kiló most. Hát ez így el. Vagy az M, hogyha nagyon feszülőset szereted. Mondjuk kézen nekem ez kényelmesebb, szóval ebből ugye el tudom fordítani a kezem. Hát annyira nem. Itt hátul látok rá egy gyűrés, szóval ahol látod, hogy összegyűrődik. Csak nem bírok, olyan kötött vagyok, nem bírok megfordulni, szóval itt hátul van gyűrés rajta, de hát ez ennyi. Hát majd lesz akkor L-es is, meg M-es is, mikor mekkora darabra kelek, hogy mennyire hisztam meg reggelre. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Ez volt az AliExpress-es kerékpáros mez teszt. Unboxing! Sziasztok!